A hát többször is felmerült a kérdés, hogy mi lesz a Shrek magyar hangjával a készülő ötödik részben, miután az őt éveken át szinkronizáló Gesztesi Károly 2020-ban meghalt. Természetesen az lenne a legkézenfekvőbb, hogyha valaki más szinkronizálna mostantól, de mivel a figura annyira összeforrott itthon gesztesi hangjával, ezért egyre több helyről lehetett azt hallani, hogy mesterséges intelligencia segítségével éleszik újra gesztesit a szinkronkedvért. Ehhez viszont gesztesi családja egyáltalán nem járult hozzá. Erről Liptai Klaudia az egykori színész ex nyilatkozott a Zsé vendégeként, Figyeljétek, mit mondott. Írtak egy levelet Pankának, Gesztesi Károly lányának, hogy lesz az ötödik Shrek, és hogy mit szólnánk hozzá, ha mesterséges intelligencia segítségével megszólaltatnák. Mert hogy nem tudják elképzelni, hogy más legyen a hangja, mint Karcsi. De persze, ez nagyon drága technológia. Az első gondolatom először a nem volt, aztán Panka felvetette, hogy de mégis mi lenne, ha... És aztán azt mondtam neki, hogy nem. Egy az, hogy az nem ő. Az a mesterséges intelligencia. Az egy robot. Az egy hazugság. És azzal azok egyébként az emberiség sírját, meg a művészet sírját. Meg neki nincs szüksége el. Ő a Shrek marad úgy is. Meg minden marad, ami volt. Szóval nem. Úgyhogy új szinkron hanggal kell majd megszólalni Shreknek az ötödik részben. Szerintetek ki lenne a legalkalmasabb? Radics Peti?